Ott jártunkkor éppen banánt eszegetett Leona, Surányi Veszna kisebbik lánya. Mostanában kaptak némi pénzadományt, és a beteg édesanyja végre vásárolhatott a gyerekeknek egy kevés gyümölcsöt. Az elmúlt napokban azonban még tejre sem futotta nekik, panaszolja a kétségbe esett asszony. A konyhában ritkán készül főtt étel, sokszor csak akkor esznek, amikor a munkából hazaér az édesapa is. A család akkor került igazán nehéz helyzetbe, amikor megbetegedett az édesanya, emiatt pedig elveszítette a munkáját. Szürke hályok támadta meg mindkét szemét, és csak nem megvakult. A drága gyógykezelésre pedig hitelt kellett felvenniük. Most annak terhe alatt tengetik életüket. Igen, dolgozik a férjem. De hát ő fölvett nagy kreditet, és akkor most nagyon kevés fizetést kap. 20 000 dinárt kap egy hónapra, ami jön a háztartásba, meg én, amit kapok a kis fiúra minden hónapban, annyi az egész. Tehát ebből élünk, ebből fizessük a rezsit, tűzlevalót, ebből veszük, meg hát az élelmet, de nagyon szűkösen. A 2 éves Hunor és a 4 éves Leona még nem érzékeli a család nehéz helyzetét, hiszen szeretetben élnek. Az idősebb gyerekek, Stefán és Kitti, akik már középiskolások, nap mint nap megtapasztalják a nélkülözést. Számítógép és internet nélkül a távoktatást sem tudják követni. Azonban mindent megtesznek, hogy segítsenek szüleiken. Főporszívozok, álmosogatok, főtakarítok, anyának segítek, kinti munkákat is vállalom, akkor a jószágok körül. Amikor szóba kerül a karácsony, Kitti majdnem elsírja magát. Már álmodni sem mernek, még külön szobáról sem, ugyanis a 2 középiskolás az előszobában alszik. A 2 gyerek leghőbb vágya, hogy külön szobájuk lehessen, emellett mobiltelefont és szép ruhákat is szeretnének. A középiskolában ez a szakmám, keramikus, ez az álmom, meg... Meséljél nekünk, hogy telik egy napod? Hát szoktunk, amikor megyünk iskola előtt, így kimenni, megetetni, megitatni, meg elrendezni a jószágokat. Délelőttös vagyok, ezért 5-kor kelünk a testvéremmel, hogy én etetek, és ő itat. Így segítesz a szüleidnek? Hogyan még? Hát szoktam így fát vágni, nyáron így veteményest rendezni, mert amikor van. A szülők mindent megtesznek annak érdekében, hogy gyermekeik számára biztosítani tudják mindazt, ami nélkülözhetetlen. Ezek a rendszeres étkezés, a meleg szoba és az iskoláztatás. A Surányi család bármilyen segítséget elfogad. Aki azonban pénzzel szeretne segíteni, az a honlapunkon is megtalálható számlaszámon ezt megteheti.